Üdv mindenkinek, Glauszketti 90 vagyok, és a bögrémmel folytatjuk az utunkat. Kuss! Inkább gyere! Nincs semmi a kezedben, miért csinálod akkor ezt a kézmozdulatot, amit csinálsz? Jól van, ez meg fog halni hamarosan. Na szóval, itt vagyunk a labda komplexumban valahol. Azt, hogy hol, azt nem tudom. És loading screen kaptam a pot bögrécskémre. Oh-oh. Erre kimegy. Na nézzük, ebből mi lesz. Szép volt! Igazi Splinter Cell lá... Hova lövöldözöl? Pip! Áh, picsába. Nem baj. Bögre pajzs! Bögre pajzs! Működött? Ágáva! Kicsit átvették ezt a front bejáratot. Jól van. Kicsit átvették, hát... Talán itt a kicsit az egy enyhe kifejezés. Hallod, töltöm a ruhámat, jó? Gucci. Handle with care, cartridges-zel. Streamed, bazd meg. Hihetetlen. Jól van, mindenhol a DNS-t pakoljuk ki, mert miért is nem mi más pakoljunk ki, mint a DNS-t? Aztán... Még van egy táskám. Meg a shotgunom. Hol van, srácok? Erre megyünk! Hú, de látom, hogy örülsz neki. Itt sehol zombi. Vágjátok, nincsenek zombik. Nincsenek zombik. Ezt újra töltjük, és akkor lesz plusz ammo. De még mindig a shotival fogok járkálni, mert ez a legrajabb fegyver. Here, let me get out of your way. Jó. Nem kell kimenni az utamból. Van itt enough room mindenkinek. Biohazardous material in here. Tele van trutymóval, meg tudom én. Fogalom. Na, nincs tűzveszély, miért rakják mindenhova oda, hogy tűzveszély esetén nyomjon meg. Gallalong! Hála Istennek, hogy nem élesztülte a lövéseket. Szia! Na, jó, de akkor lövöljél rá! Ne csak ott áldogál, és akkor jössz. Mi? Mit találtál? Ó. Ó. Látjátok, hogy a katonának nem adta be a scriptet, nekem meg beadta? A másik az egy... I don't give a damn. Ja, nagyon vicces, tényleg. Lelőttem a mellett állót, ez meg így... I don't give a damn. Cool guys, don't look at explosions. Hello, srácok! Minek nyomjam ezt meg? Emergency test! What the hell is this? Miért kéne kisütenek? Szép volt! Szép volt! Többet nem jövök! Ah, mit tettem? Te jó ég! What? Kiszedted egy lövéssel? Jó van, az a lényeg, tudom, hogy mit csinálok, és gyönyörű szépen kiengedtem őket, de nem baj. Mindig van második esély, ahogy most is volt. Ott vagy. Azt nem látom. De olyan butaság. Ide elbújtatják, alig kijövök a fal mögül, tudja, hogy itt vagyok, mert VH-s botok. Erre emlékszem. Ez egy műtőrobot lenne, de...
Ott vannak a szientológusaink. Ezt a műtőrobotot ki kéne kapcsolni először. És körbe persze nem lehet menni hozzájuk. Hát felvágtak itt egy gallalongot. Héka! Na jó van, téged hagylak végig. Hova tűnt a biztonsági őr? Jól van! El vagy, látom. Hova megyek? Loading screen fele. Tudtam. És mit kapok a loading screen után? Gyönyörű szép. Oh-oh. Easy. Nekem ez a sperma köpködők nagyobb veszélyt jelentene, mint bármelyik katona. Még hallom is őket, ahogy nyomnyognak össze-vissza. Jó, bekapcsoltam a rendszert. Mit csinál? Ez lenne a lézeres rész? Akkor jó. Akkor mondom, hogy még van még egy itt, azt hiszem. What? What? Wow. What? What? Szép volt! Az a lényeg, jó katonák! Föl tudom tölteni. Aha! Ja, ez az a fegyver, hát ez ugyanaz, csak kicsit máshogy néz ki. Nem tudom, miféle fegyver ez, hogy ilyen lézereket tud. Na de azért vagyok itt, hogy bekapcsoljam a magokat. Hol van a bekapcsolója? Itt. Na indulj, rendszer! Nice! Nice! Itt van esetleg valamelyik szobában attakozta annó lőszer. De most úgy látszik nem fogok kapni hozzá. 28-al be kell érnem. Pedig faszán működne. De még csak az egyik oldal kész, kell nekem a másik oldal. Kicsit OP a fegyver. Kicsit szétsütöm vele őket. Itt van hozzá a lőszer. Olyan lőszer való bele, mint az izéba. A Half-Life 2-nek a másodlagos lövése az a Assault Rifle-nek. Azon is ilyen idő van, ilyen bogyókat tud lőni, tudjátok. Sőt, a portálban is ez van. Csak ez nem bogyókat lő, hanem lebontja a bogyókat energiára. És a bogyókból energia lesz. És akkor így szépen... Jaj, jaj. Minden két lövés vele. Csak kicsit sokba kerül, mire kilövök vele minden. De... Baj. Ameddig állsz a fegyver, addig használom. Milyen érdekes, miért kell ennek napfény, meg ilyenek? Tök jó. Itt van egy csomó dolog, és egyiknek se adnak háttérsztorit. Hogy például mik ezek a sugarak. Mert azt vágom, hogy miért kell őket begyűjteni. Bár nem ide. Azért kell őket begyűjteni, hogy a nagy ágyúnak legyen, és itt a falat! Mert hát mi mást? A falat át tudjam lőni vele. Mert amúgy ez egy ilyen prezentációs szoba lenne. És ez úgy működne, hogy ez ide be van dugva, és akkor amikor menj... Na jó, csináljunk egy tesztet akkor. Elvileg minden működik. És akkor az a pajzs, látjátok, szépen lejön. Nem tudom egyébként, hogy miből készült az a cucc. És akkor fókuszálja ez a lézerét. És valami kurva erős. Jó. Szóval minden tud. Szép nagy robbanásokat kreál.
És hogy ez egy ilyen kurva nagy ágyú, csak nem tudom mire lehetne használni. Lol. Úgyhogy, ja, most amit fogok csinálni az az, hogy ezt kihúzom, hogy az a szar ne tudja lejönni, és ez szépen nekem átolvasztja a falat, hogy tovább tudjak menni. Jaj, szegény fal. Sajnálom, fal. Hú, de nem tetszik szerintem már neki most. Hú, ez nagy lesz. Kisült! Fasza, lőttem vele kettőt és kisült. De csináld nekem egy szexi lyukat. Hát jól van. Oh! Milyen szexi, egy, milyen egy szexi lyukat? Kiolvasztotta a cső felső részét. Nem, ráolvasztotta a falat a csőre. Szép pót. Többet nem lövök vele. Várjatok, most megint ezt fogom használni. Illetve nem, ezt tartalékolom, mert később lesz egy helikopter, és arra meg jó lesz. Istenem, ráolvasztottam a falat ráolvasztottam a... ...izére. Szia! Nem! Hello! Get us out of here, before those military drones figure out where we're hiding. We all have retinal scanner access. If you escort us to the lobby, we can finally get out of this damn lab. Jó. Yes, but you'll have to shut down the surgical unit first. Jó ég. És mit kezdjek ezzel? Make a run for it! Ow! Major lacerations detected. Nice work, yes. Doc. Fantastic. Ja, fantastic, tényleg. Folks, let's get the hell out of here. Itt a közepén szétvágott egy szientológus. Mindig itt mászkál egy kis zombi, nem? Itt hagytam egyet. Ja. Jó, lesz a szard őket, tényleg. Te meg lenelőd. Úristen, te délutáni óvodás csoport. What? 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 Jól van, ügyesek vagytok. Nem baj, a mesterséges intelligencián még dolgozni kéne. Ez a kicsi hátul, hogy lemaradt. Jó van, srácok. Először is. Energia, mert kint nagy fight lesz. Arra emlékszem. Ja, persze. Gordon, you don't mind taking a look, do you? We'll stay here for a moment. Csak nincs sajtó, és már is nézek. Három jegyű aktivációs kódok vannak. Szép pot! Warning, de azért kinyit. Valóban csapda volt. Micsoda meglepetés, tényleg. De ha nem laggolnék be! Hú, de hogy én lennék a boldog ember a világon. Vagy legalább a zene jó. Kuss már! Istenem is megakad az ilyen szar proffokba, mert úgy kellett ezt kitalálni. Szép volt, Black Mesa! Egyszerűen van a játékban valami, akkor amit utálok, akkor az ez. Kuss már! Egy levegővételnyi időm nincsen! Na jó van, takarodó! Nem tudok úgy lőni, mint izé csébe. Lehetetlen. Nézd meg, ott fönn is vannak, ki az, aki kitalálta? Rakjunk már föl, te jó Isten! Na jó, én megvárom őket. De nézzétek meg, hát ilyen buzi, mint a játékosok lennének, esküszöm. Hol van faszom belétek? Most untam meg. Kurva élet faszába már.
mert egy tudós tényleg rendelkezik ekkora a taktikai, harctéri és egyéb tapasztalatokkal. Igen, ez tök reális. Done! Ezt vártátok el tőlem? Gratulálok, megcsináltam. Csak attól kellett kiismerni a mocskos taktikájukat, hogy merre mennek hány métert. Jó van, én se hiszem el egyébként, hogy sikerült. Miért itt bennem? Most meggyűlöltem a harcrendszert, de nagyon. Jól van. Jó, rendben van. Don't go running pell-mell into this bloody war zone. Even with that suit, the odds are stacked against you. If you simply stay out of sight and listen to me, you may just live to see the Lambda Labs. Well, partner, afraid this is where we part ways. I'm gonna hang back a bit and help out these two. You take care of yourself out there, huh? Azt hiszem ez a Barney. While it's clear. Lenne benne logika. Gordon, maybe if you... Igen, kösz, maybe if I... Mm-hmm. A kurva! Már, hogy mindig jöttök rám, mint a bozi, komolyan mondom! Egyszerűen... És menjetek innen a picsába! Kurva életbe! Azt hiszem ennyi volt. Nem is lesz több. Kettő kurva katona, az olyan kurva idegesítő volt mind a kettő, örülök. Hogy ott volt a maradék, ott bizony, ott bizony! Plusz a tetőn egy olyan fos életű. Ne, nehogy lebukj, tényleg, jó, akkor kilőlek. Kurva anyám. 9 HP-t hagytak a 100 HP-ból. Mi volt ez? Két katona, 4 katona, meg egyetlen egy turret. És miért nem tudtam őket lelőni? Mert embernek nincs akkor a reakcióideje, mint a, ami ide kéne, hogy lereagálja a helyzetet. Hogy honnan lőnek, meg kik lőnek. Nem hallom, hogy trappolnak, mert googolnak, meg állogálnak helyeken. Semmit se csinálnak. Amint megmozdulnak, meg egyből lőnek is. Szóval felesleges keresgetni őket. Ha nekiállok lassan menni meg osonni, akkor úgyis megdöglök. Szarul van kitalálva. De már az egyben is rosszul volt kitalálva. És remélték is az emberek, hogy majd ebben jobb lesz. De kérlek, igen, látjátok? S hiába bújok e fedezény mögé. Jönnek rám. Leszarják, hogy fegyveres vagyok, vagy valami. Jönnek. Nézd meg, ennyi! Most halok meg, mert nem tudtam időbe lereagálni, hogy ide spannolt egy! TPS-ben még működne ez a rájuk rohanok, és akkor ez a gyerek majd kinyírja, de itt nem fog működni. Én is már tired of playing, képzeld el! Már nagyon tired of playing! Zsír! Egyszerűen nem is tudom, mit csináljak. Minden olyan felesleges. Nézzétek meg, most visszavonul. Csak az előbb bebújjon oda, ott meghalljon, és itt jön lenn mindjárt ott is. Már jön is. Szír. De... Hova lettél, bazd meg? Szép volt, jó játékos! Kurva életbe. Idegesítő, mikor harc van. A Falloutban azt kívánom, több harc legyen itt, meg azt, hogy kevesebb. Fasznak kell unbalanszolni az összes szarságot, ami a játékokban van. Na, most, hogy így szépen kinyírtam megint mindent, de... kielégülést nem érzek, tehát kurvára nem nyugodtam meg attól, hogy kinyírtam őket, mert 6 milliószor álltam neki, és nem fizetődött ki, csak vonja le folyamatosan a HP-mat a harc.
De hát azért ennyit, kurva. Nézzétek meg, már a kék halált sem tudom megszüntetni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, következő részben pedig folytatjuk, és ha még több harc lesz, én komolyan mondom, hogy fú, még idegesebb leszek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, következő részben folytatjuk. Sziasztok!